serlátója van még, ugye 1300 köpcent, és Margóti család a tulajdonos barátok útján szerezték, 70%-ban gyári, lakatos munkája nem volt, és az eredeti festés is megvan még rajta. Attila, hogy ment a képezet? Mi történt? Feladottam, mert nem tett életesen csináltuk. Mi volt az oka, hogy kicsit elizgulták, vagy lazán vették, vagy hogy nem? Hát itt nem tudom, hogy így így. Na, de hát az nem baj, és most jövök rajta, hogy szerintem az egy jó családi hétvége lesz még, ugye? Kíváncsiak leszünk, hogy a Polszki hogy mozog ezen a pályán. Most már ott lassan talán föl is fog száradni ez a pálya, úgyhogy nem lehet csúszkálni, vagy ha jönnek a nagy gépek, mert mondjuk az egyik osztán beállt a sorba. Több kategóriát osztjuk a járműveket, tehát azoknak mondom el, akik esetleg először vannak ilyen veteránok a találkozókon. Például a 21-esen induló Maróti Attila, ő a B kategóriában van. A legidősebbek a húzális gép, ott 41-ig, A kategória 42-től 64-ig, ez a kétszámban. B kategóriában tehát 1965-től 74-ig, és most a C kategóriában nem a C kategóriában maradunk a B-ben, hiszen Urbán Gergő jön. Három korpusztán van a mai mezőnyben, nem tudom, a pirosakkal találkoztatok valahol? Igen, ismerik még. Na jó, mert akkor meg volt a diskurzus, nektek milyen volt a nap? Jó. Jó, eredmények egy jó. Épp is, mert nem volt semmi gond? Nem, majd vasnak. Most lesz. Lassan föl fogja ezt száradni majd, hogyha felszárított. És milyen volt a... Melyik volt a kedvenc település? Park. Azon mi volt a gyertyadőnk, hogy ezt mondjuk, nem? Volt valami kis fröccsözés, ilyesmi? Hát ennek kell, hát a többieknek, hát de jó, hát nem mondhatok ilyet, nálad van a kormánykerék. Jó, hát akkor az első korpusztánk, amit nyilatkoztuk is, hogy azért ilyen sem mindig van, hogy három korpusztánk is a mezőnyben. Az első ezek közül, tehát a B kategóriában egy 1960 4 hekeres, 3003-as, kartánhajtású, gépkocsi, Egyesült Államokból, Romos Állatkorban érkezett a 4 hónapos restaurálás után. Tessék? A tengeres? Jó, akkor valamit felhol néztem. 6 hengeres géposztály. Ja, igen, 6, persze, ezt megbeszéltük már. Na, nézzük a pontot.